Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket március 3-án. Két héttel ezelőtt, február 17-én kezdtük el a Katolikus Egyházban a nagybőjti időszakunkat. E nagybőjt időszaknak a, a szentírási szakaszait akkor hallhatták, felolvastam. Az imádság, a böjt és az alamizsna. Erről ír Szent Atyánk, Ferenc pápa a 2021 nagybőjtjére adott levelében. Ez a témája a Máti Evangélium 20.18 alapján, íme felmegyünk Jeruzsálembe. Nagyböjt, a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje. Ezt a levelet szeretném önökkel megosztani, hiszen a legfőbb tanítónknak az írása, amit a katolikus egyházban szeretnénk megélni, Szentatyánk tanítását. Kedves testvérek, amikor Jézus előre közi tanítványaival szenvedését, halálát és feltámadását, mely az Atya akaratának teljesítéseként fog megvalósulni, akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja fel előttük, és meghívja őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben a világ üdvösségéért. Nagybőti utunkon, mely a husvéti titok ünneplése felé halad, arra emlékezünk, aki megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. A megtérés ezen időszakában megújítjuk hitünket, merítünk a remény élő vizéből, és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. Husvét éjjel én megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentélek működésébenek köszönhetően új emberré szülessünk. De ezt a nagybőti utat, akár csak a keresztény élet egész zarándok útját, már most a feltámadás fénye világítja be, mely irányítja mindazok érzéseit, viselkedését és döntéseit, aki Krisztust kívánják követni. A bőjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint megtérésünk feltételei és kifejező eszközei a szegénység és az önmegtagadás útja a bőjt, a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás, az alamizsna és az atyával folytatott gyermeki párbeszéd, az ima lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását. Az első pontban Szent Atya azt írja, a hit arra hív bennünket, hogy befogadjuk az igazságot, és tanúságot tegyünk róla Isten és minden testvérünk előtt. Ebben a nagybőti időszakban a Krisztusban kinyilvánuló igazság befogadása és megélés elsősorban azt jelenti, hogy megnyitjuk szívünket Isten igéje előtt, amelyet az egyház nemzedékről nemzedékre továbbad. Ez az igazság nem az értelem szüleménye, mely néhány kiválasztott, kiváló vagy tekintélyes elmének van csak fenntartva, hanem olyan üzenet, amelyet megkapunk és megérthetünk azon szív bölcsességének köszönhetően, amely nyitott Isten nagyságára, aki már azelőtt szeretett bennünket, mielőtt mi tuda tudatára ébredtünk volna. Ez az igazság maga Krisztus, aki azáltal, hogy teljesen magára vette emberségünket, Úttá, sokat kívánó, de mindenki előtt nyitott úttá tette magát, mely elvezet az élet teljességére. Az önmegtagadásként megélt bőjt abban segíti azokat, akik azt szívük egyszerűségében vállalják, hogy újra felfedezzék Isten ajándékát, és megértsék az ő képére és hasonlatosságára való teremtettségünket amely ő benne találja meg beteljesedését. Az önként vállalt szegénység megtapasztalásával az, aki bőjtől, szegényi lesz a szegények közt, és felhalmozza a kapott és szétosztott szeretet kincseit. Ha a bőtöt így módon fogjuk fel és éljük meg, az segít szeretni Istent és fele barátainkat. Mivel ahogy Akvinói Szent Tamás tanítja, a szeretet olyan mozgás, amely figyelmünket a másik felé fordítja, és őt önmagunkkal egynek tekinti. A nagybőjt arra szolgáló idő, hogy higgyünk, vagyis befogadjuk Istent az életünkbe, és megengedjük neki, hogy lakást vegyen nálunk. A bőtölés azt jelenti, hogy felszabadítjuk életünket mindattól, ami azt megterheli, az igaz és hamis információk és a fogyasztási cikkek áradatától is, hogy kitárjuk szívünk ajtaját azelőtt, aki egészen szegényen, mégis kegyelemmel és igazsággal telve érkezik hozzánk az üdvözítő Isten fia előtt. A második pontban a Szent Atya a remény, mint az élő víz, mely lehetővé teszi utunk folytatását. Erről ír a szamarai asszony, akitől Jézus inni kér a kútnál, nem érti, amikor Jézus azt mondja, hogy élő élővizet tudna neki adni. Először természetesen a hétköznapi vízre gondol, Jézus ellenben a szent lelket érti rajta, akit bőségesen ad majd a husvéti misztériumban, és aki belénk önti a reményt, mely nem csal meg. Jézus már akkor beszél a reményről, amikor a szenvedését és halálát megkérdetve azt mondja, hogy harmadnapra föltámad. Jézus arról a jövőről beszél, melyet az Atya a matár elénk. Jézus és neki köszönhetően remélni azt jelenti, Jézussal és neki köszönhetően remélni azt jelenti, hogy hisszük. A történelem nem zárul le hibáinkkal, erőszakos és igazságtalan tetteinkkel, a szeretetet kereszte feszítő bűnnel. Azt jelenti, hogy átszúrt szívéből az atya bocsánatát merítjük. A mai gondokkal teli időben, amikor minden törékenynek és bizonytalannak tűnik, provokációnak tűnhet reményről beszélni. A nagybőjt azonban épp arra szolgál, hogy reméljünk, hogy tettünk, tekintetünket újra Isten türelme felé fordítsuk aki továbbra is gondját viseli teremtésének. Jó lehet, mi gyakran rosszul bántunk vele. Ez a remény a kiengesztelődésre irányul, melyre szenvedélyesen buzdít bennünket Szent Pál. Engesztelődjetek ki Istennel. Azáltal, hogy a bűnbocsánat szentségében, amely megtérésünk útjának középpontjában áll, bocsánatot nyerünk, mi is bocsánatot adókká válunk mivel mi magunk is kaptuk, továbbadhatjuk azt másoknak, ha képesek vagyunk a figyelmes párbeszédre, és felkaroljuk a megsebzett embereket. Isten megbocsátása a mi szavainkon és tetteinken keresztül is lehet teszi, hogy a testvériség husvétját éljük meg. Innen szeretném folytatni következő alkalommal, mindenkinek áldott szép Hagy bőjti időt kívánok!